Sziasztok, elérkeztünk hát a Harry Potter sága utolsó részéhez, a Harry Potter és a halálerkély második részéhez, a Harry Potter and Deathly Hallows Part 2-hoz, ami a hetedik év második fél évét takarja. Ezúttal már totál fekete köntösben a szürke helyett, talán ilyet nehezen is látszik, mi van rajta. Ezúttal a... azt nézem, hogy úgy látom, hogy most lehet, hogy nem is trükköztek. Nem látok most ilyen trükközést, talán a D betűnél van valami meg zónál, de az se biztos. Mivel gondolták, ez a másik fele az elsőnek, ezért inkább nem trükköznek. Viszont alul ezúttal Voldemortot és Seregletét láthatjuk. Bal oldalt, jobb oldalt pedig a kígyóját. Felül pedig... igen, a filmen is látható sárkányt. Voldemort, kígyó, fönt, sárkány. Hátul pedig szintén a fehér sárkányt, amit iszonyatosan jól gondoltak, Smoggal vetekedhetett majdnem, igaz, azért össze kell hasonlítani, Smog majdnem egy harmad filmet kapott, plusz még a következő részben is volt, tehát több dolguk volt vele, nagyon sok animációval itt meg csak egy jelenetet kaptunk. No, jelentőben a Hobbit sárkány főszereplével. Belülről, most a kételesen így mutatom, belülről láthatjuk is a fehér sárkányt, de a másik oldalon, hogy most nem szedem ki. Hopp, és ezúttal a fekete dizájnban van maga a film Blu-ray is, és a DVD-ek extrákkal. Milyen extrák és információk a filmmel kapcsolatban, pedig a leafleten tudjuk meg, ami szintén fekete dizájn kapott. Itt ér véget az út címmel. Első ezen a film, a grandiózus befejező részben a varázsló világ jó és gonosz erői közötti harc totális háborúval pedig a tét még sohasem volt ilyen óriási és senki sincs biztonságban. Ezúttal az zárásképp pedig a felnőtté válás kerül a Harry Potter világjában a megalkotásán közepébe, bár közben esett a tudsz, de csak a fekete lábamra, pontosabban a fekete nadrágomra, úgyhogy semmit nem láthattatok. A film 130 perces, ezzel, ha jól tudom, igen, a legrövidebb rész. De mi az, de végig akció majdnem, ezért, és érzelmen dús, ezért szerintem egyetlen nem gond. Ha nézzük a felnőtté válást, mire véget ért a befejező rész felvétele és a Harry Potter ifjú szereplői közel fél életüket filmforgatáson töltötték. Felnőtté válás új és archív interjúkkal mutatja, hogy hogyan nőttek fel a sorozat folyamán. A színészek a kulisszák mögötti felvételekbeli exkluzív bepillantást nyújtanak az életükben, néznek, hogyan változott a véleményük a színészetről, a hírnévről, a karaktereikről, saját magukról. Végül pedig úgy csúzza te is a sorozatot, ne jelent fel, aki megható beszédet mond a szereplőknek és az alkotóknak. Ez is 12 éve újnak nem ajánlott, pedig ez is azért, hogy elég durva, és meg is halnak benne közelről emberek. Úgyhogy ezért ez eléggé egyébként ilyen felszabadító érzés volt, hogy a színészeknek úgy emlékszem, azt mondták, mindeközben buslakodtak a legtöbb ilyen hosszú sorozatnál, az így szokott lenni. Ez is magyar feliratos persze. 1080p HD 16:9-2:4:1-es alkiparány van természetesen, DTS HD Master Audio angol 5.1-es, Dolby Digital magyar 5.1, lengyel, orosz, táj és ukrán, vagy orosz, török és ukrán, bocsánat. Felirat magyar is mindenféle. És itt is vannak tényleg durvább jelenetek, tehát nem értem a 12-es kockát, vagy karikát. Na mindegy, hát így döntöttek onnul. Nekem az utolsó rész lett, nem tudom, minek hívjuk, a második fél, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Ugyanis úgy volt nagyon érzelmes, hogy nem már csöpögősé, nyálassá, túl elhúzottá, vagy ilyen túlon-túl hollywoodiassá, például valakinek a halála, hanem nagyon szépen adották meg, lehet ezt így fogalmazni ilyen esetben. Illetve nagyon sok olyan fordulat, ami benne volt a könyvben, az itt is működött. És az is tetszik, hogy nem húzták el a filmet örök időkre. Nagyon feszes, tényleg az egyik legjobb rész az egész sorozatban. Ha külön is veszük mondjuk, de nehéz az utolsó részt külön venni az első résszel. Az első résznek az nyomozós, sötétebb, kalandosabb tónusa volt, ez viszont egy csatás tónus, nem a háborúnak mondanám, hanem csata. A személyek között Voldemort versus Harry és az iskola és a halálfalú követők között, szóval igazán érdekes. Természetesen folytatódik valami szinten a kalandrész is a Hoxok írtásával, de itt már azért áttevődött arról a fókusz. És tényleg nagyon jó volt látni, hogy ilyen lélekkel, szívvel alkották meg az egész sorozatot. Nagy részt az első két rész kivételével nem csak hogy hűen, hanem élvezetesen is. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, nézzétek meg az utolsó epizódot is, mert ez teszi fel a koronát
hát főleg az első részre is, vagy az első rész után, de a sorozatra magára felrakja azt a bizonyos koronát, Desplat folytatta a grandiózó zenéjét, és nagyon tényleg az érzelmeket, a jelenetek nagyon megfogják az embert, főleg családos embereknél mondhatom ezt szerintem, de másokra is ugyanúgy, aki jól nevelt, ha így fogalmazza, az érezni és érteni fogja mondani valókat. És főleg végigmegy azon részben, ha megnézte előtt a többi részt is, hogy mi mentek végig ezek a karakterek, és az őket alkotó színészek. Ezzel is nagyon jól egyébként harmonizál ez a dokumentumfilm, ami rajta van a kiadáson. Hát nagyon tetszettek ez a jó pár rész, majd talán az első két részt is meg fogom így venni, vagy legrosszabb esetben a DVD változatban, van egy olyan ilyen DVD változat, van, csak nem Steelbook, és nem ezzel a dizájnnal, de ott is ugyan ezek az extrák vannak, és ugyan, hogy DVD-n, meglátom, az első két részt nem annyira szeretem, viszont a többit azt mindenképp megérdemlik, hogy így bemutathassam nektek, és hogy így ti is beszerezzétek 2000 forintért, ez szintén továbbra is ajándék. Búcsúzom tőletek, vegyétek, vigyétek, nézzétek ezt a részt is. Sziasztok!